Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem, és lehet, hogy már unjátok, de ismét szatyor vlog lesz, ugyanis most egy új sorozatot fogok indítani. Nagyon szépen köszönöm az ötletet nagynénéméknek. Ugyanis most egy ilyen infláció vlogot fogok indítani. Minden hónap 1-én bevásárolom a kisboltban ugyanazt a ilyen aglegény fogyasztási csomagot, és megnézzük, hogy hónapról hónapra, hogy fognak az árak változni. Ez a sarki kisbolt azért jó így csinálni, mert ugye ez nyitva van hétvégén is, nyitva van ünnepnapon is, ha csak csökkentett módban is, de nyitva van. Úgyhogy elméletileg minden hónapban meg tudom ugyanazt vásárolni. Hát nézzük, hogy most az első hónap 2022. szeptember 1-én az aglegény fogyasztási csomag. Egyrészt nézzük meg, hogy miből áll, másrészt nézzük meg, hogy mennyibe került most, és majd meg fogjuk nézni október 1-én, november 1-én, és így tovább, hónapról hónapra. Hát először akkor nézzük az aglegény csomag tartalmát. Az aglegény csomag tartalma, tojás mindig jó, ha van itthon, főzve, sütve, rakott krumpliba, egyebekbe, 10 darab tojást vásároltunk. És akkor nézzük a következő szatyrot, mert nem fér bele egy szatyorba az aglegény fogyasztási csomag. Hát ugye háztartási vegyi árut, ilyesmit is kell venni. Hát egy csomag zsebkendő azért általában minden hónapban elfogy. Azért szerencsére keveset vagyok náthás, de azért erre-arra egy csomag zsebkendő az el szokott fogyni. És ha már a vegyi árunál tartunk, hát ugye mosni kell, hát körülbelül én ezt a Color mosóport szoktam vásárolni, körülbelül ez 4 mosásra elég, és ha minden jól megy és nem koszolom túl a ruháimat, ugye az 4 hét hetente egyszer szoktam mosni, néha kell csak 2-szer. Na nézzük a következő tételt. Egy ásványvíz, egy kis sópótlás mindig jó, úgyhogy egy ásványvizet is vásároltam. Igazi, és akkor most jöjjenek a kaják, hát kezdjük az alapvető élelmiszerrel, ugye a kenyérrel, hát ugye kenyeret azt mindig eszünk, úgyhogy vásároltam egy fél kilós, fél barna, itteni dunakeszi Kovács Pékség kenyeret. Ez viszonylag jó minőségű, bár amióta megy föl a kenyér ára, azóta előfordul, hogy sótlan a kenyér. Na, vásároltunk 2 darab májkrém konzervet, ez is igazi aglegény kaja, csak föl kell pattintani, és már lehet is kenni a kenyérre. Ebből egy jó kis főzeléket vagy levest lehet főzni, egy jó kis konzerv bab. Igazi jó aglegény kaja pillanatok alatt megvan, nem kell vele sokat szenvedni, konzerv, bableves vagy babfőzelék. Szintén nagyon jó aglegény kaja a smekleves, ugye kínai leves, ezt különböző dolgokkal fel lehet javítani, virslivel, kolbásszal, tojással, babbal, bármivel, éppen mikor mi áll rendelkezésre, meg mit kíván meg az ember. Én valamikor még sajtot is vagdosok bele. Elfelejtettem, mert megbújt itt a szatyor alján, egy kis vajat is vettünk a szendvicshez, a májkrémes kenyér alá, a májkrém alá, jól jön egy kis vajacska, és hát ugye, ha az aglegény éppen filmet néz, vagy egyebeket a televízióban, vagy éppen a YouTube-on, hát nekem televízióm nincs, én a YouTube-on nézem, akkor kell egy kis snack, egy kis rákcsa hozzá, 2 darab ektenográli ropit vásároltam, hogy szerencsére nincs túl sütve annyira, néha nagyon túl szokták sütni, úgyhogy figyelni kell, hogy olyankor vegyem meg, vagy olyan példányt vegyek meg, ami nincs annyira elégetve. És hát egy kis popcorn a filmhez, úgyhogy ezzel le is zárult ez az aglegény csomag. Most meg is számolom, hogy hány tétel, amit vásároltam. Azt mondja, hogy jó, valamiből 2 vettem, de azt ugye csak 1 tételnek számolom. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 tétel, tehát meg könnyű is megjegyezni, ezek általában mindig kaphatók, ezek a termékek a boltban. Most a mai napon 4770 forintot fizettem ezért a csomagért, és meg fogjuk nézni, hogy ugyanezek a termékek október 1-én ugyanabban a kisboltban mennyibe fognak kerülni. Úgyhogy kövessétek velem az inflációt, tartsatok velem legközelebb is, hüledezzünk együtt, sziasztok, csüssz!